Sokan ismerik Kőbányán Blontai Mária doktornőt, ő a 60-as évektől már itt dolgozott ezen a környéken, megírta az emlékiratait a 2000-es évek elején, és már a 70-es évekről úgy fogalmazott, hogy a legnehezebb körzete volt a Hős utca. Végeztünk egy kalkulációt előzetesen, hogy milyen feladatokat kell elvégezni, ehhez milyen kiadások fognak társulni. A társasháznak van egy hatalmas kínlévősége, több 100 millió forintról beszélünk. Ennek a rendezését is szolgálja ez a keret, a tulajdonszerzést is, illetve azoknak a bérlőknek, akik bérlőként még itt maradtak a társasházban, máshol lakások kerülnek vásárlásra, felújításra, ennek is jelentős költsége van. Én bízom benne, hogy elég lesz a forrás, ma úgy látjuk, hogy elégséges. Tizenöt éve éneklek a kórusba, előtte a Káncóna leánykarban énekeltem, úgyhogy a fazekasági körülbelül 8 éves korom óta tanít engem, vagyok a tanítványa, úgyhogy ezért csatlakoztam az ő buzdítására. Ezek ugye régi sörgyári épületek, olyanok, amik már nem voltak kihasználhatók, amiatt, hogy nagyon kevés sört kellett csinálni. Ezeket alakítgatták át, és így jöttek létre ezek a gyárak. Csináltak jéggyárat, csináltak tápszer készítményeket, annak is külön gyára volt, keksz, ostyagyár, tehát sok mindent csináltak, amiből mind pénzt, szódavizet gyártottak.